2015-ben a Narcos jött, látott, és egyik pillanatról a másikra az egyik legnépszerűbb sorozat lett. Viszont a Pablo Escobar utáni hajszát feldolgozó sorozatot én csak 2017-ben kezdtem el nézni, a harmadik évad premierje után, de engem is egyből beszippantott a sorozat, és azóta is ott van a egyik meghatározó sorozat élményeim között. Köszönhetően Wagner Moura azóta már ikonikussá vált alakításának, meg mint akciósorozat is teljesen meghatározó mind a mai napig, ehhez fogható izgalmat és feszültséget, és ilyen jól megcsinált és látványos akciókat azóta is nagyon keveset kaptunk. És a harmadik évad vége után pedig ott volt nyitva a kérdés, hogy hogyan megy tovább a sorozat, és emlékszem annó még úgy jött a bejelentés, hogy negyedik évad a Narcosnak, majd Mexikóba megy, aztán később ugye mondták, hogy egy teljesen új spin-off sorozatot fognak készíteni, és végül 2018 őszén megjelent a Narcos Mexikó első évada. Maga a sorozat első évada még egyáltalán nem volt kimagasló, sőt egy enyhe visszalépésnek éreztem annó a sima Narcos után, de ettől függetlenül volt egy egyedi hangulata, és azt kifejezetten tetszett benne, hogy más irányból próbálta megközelíteni ezt az egész Narcos formulát, és míg a alapsorozat sokkal inkább magára a drogkartel utáni hajszára és a adrenalin pumpáló akcióra fókuszált, addig ez egy kicsit visszább lépett, és inkább egy hagyományosabb gangster story-ként próbálta elmesélni a történetét. Talán az egyik legjobb példa ennek szemléltetésére az az, hogy míg az alapsorozatban Pablo Escobar felemelkedését tulajdonképpen az első részben letudták, addig amíg azt a történetívet bejárja az ebben a sorozatban a Diego Luna által játszott Félix Gallardo karaktere, az tulajdonképpen az egész első évad. És tényleg attól függetlenül, hogy mind a rendezés, mind pedig a forgatókönyv enyhén gyengébb volt talán ebben az első évadban, mint az alapsorozatban, de a színészi alakítások és a casting az már itt is csillagos ötös volt, csak úgy, mint a sima Narcosban. És aztán 2020 februárjában megjelent a második évad, ami számomra egy teljesen új szintre emelte ezt az egész sorozatot, és megfordult a kacsacsőr a sima Narcostól ennek az irányába számomra. És talán az igazán nagy bravúrja ennek a második évadnak az volt, hogy a retrospektív még az első évadot is feljebb tudta húzni, ugyanis egy csomó ott behozott ám minimális szerepet kapó mellékkaraktert itt előbb léptettek, és nagyobb szerepet kaptak. Nyilván ez abból is akadt, hogy valószínűleg a valóságban is hasonló módon alakultak a cselekmények, de ettől függetlenül ez egy írói bravúr is. És ugye a közelmúltban megjelent a harmadik és egyben utolsó évad, ami egy az egyben tovább vitte a második évadban megtalált nagyon jó irányt, és ez is egy tényleg szinte kifogástalan évad lett. És akkor a sok nagyon nagy szó után kicsit kifejteném, hogy miért is tartom ilyen magasra ezt a sorozatot. Egyrészt tényleg, amit korábban elmondtam, hogy a casting és a színészek, az amerikai színészek is nagyon jók, főleg karakterszínészek vannak a sorozatban, de a mexikói színészek azok, akik egyértelműen viszik a pálmát, és mind a mellett persze vannak kameók is a anyasorozatból is, amiért szintén jár a piros pont. De emellett szerintem a legnagyobb bravúrja a sorozatnak, amiben a leginkább kimagasló, az az, hogy itt van 3x10 rész. Ez most nyilván leginkább a második és a harmadik évadra igaz, de már az elsőben is tetten érhető volt, hogy tényleg 3x10 részen keresztül olyan magas színvonalú filmkészítést mutat be, és annyira kompromisszumot nem tűrő a profizmusra, hogy tényleg elképesztő felfogni, hogy ilyen mennyiségű filmanyagot ilyen rövid idő alatt ilyen magas színvonalon képesek létrehozni, és tele van olyan filmtechnikai megoldásokkal végig, hogy ez csak így fogja a fejét az ember, hogy elképesztő lehet a munkamorál, amit ezeknek a forgatásán lehetett, és a végeredmény pedig tényleg egyszerűen magáért beszél, aki látta, azt tudja, miről beszélek, aki látta a sima Narcost, annak van egy sejtése arról, hogy miről beszélek, de ezt tényleg látni kell. De mindezek ellenére a sorozat nem tudott igazán széles közönséget szerintem elérni. Amikor jöttek az új évadok, mindig ott-ott volt, meg most is ott van a Netflixnek a top 10-ében, de leginkább ebbe a filmrajongó sorozat követő körben egyáltalán nem találkoztam azzal a mennyiségű pozitív vízhanggal, mint például amit az anya sorozat megkapott, aminek az oka valószínűleg az lehet, hogy a 2015 és 2018 között eltelt 3 évben, na meg a 2018 és 2021 között eltelt 3 évben annyira exponenciálisan megnőtt a streaming piac, hogy egyrészt sokkal nehezebb kitűnni, másrészt pedig tényleg annyira föl van darabolódva a rengeteg mennyiségű sorozat miatt az egész piac, hogy hiába néz mondjuk valószínűleg statisztikailag rengeteg ember egy sorozatot, az ahhoz, hogy érdembe kitűnjön és a médiában érdemi visszhangot tudjon kelteni magának, az már önmagában nem elég. Úgyhogy részben ezért kicsit sajnálom is a sorozatot, nekem mindenképpen ott van a mindenkori top 10-embe,
de éppen ezért is csináltam hozzá ezt a podcastet, hogy kicsit népszerűsítsem, mert aki tényleg egy kicsit hagyományosabb, kicsit Scorsese-féle gangster sztorira vágyik, az jelenleg a piacon szerintem ennél jobbat nem tud nézni. Diles que si alguien quiere hablar conmigo, que aquí me pueden encontrar.